nagyon vicces történet, mert én régen nagyon nem szerettem úszni. Hát ilyen 4-5 évesen ugye levitt minket anyukánk az uszodába, még a nővéremmel, és amúgy mindketten nagyon nem szerettünk úszni, de mindkettőnkre azt mondták, hogy nagyon tehetségesek vagyunk, és hogy érdemes még itt úszogatni pár évet, és esetleg elmenni egy-két versenyre, és akkor így itt maradtunk. Egészen kiskoromban már a versenyeken folyamatosan nyertem, meg dobogón voltam, úgyhogy így én élveztem ezt az egészet utána már. Az edzéseket kevésbé természetesen, de a versenyekre nagyon szerettem járni. Régen vegyes úszó voltam, meg hát meg pillangó, de aztán kicsit hát tönkrement a térdem. Ez már a mindennapokban nem gátol egyáltalán meg így úszás közben, csak párszor kiugrott, aztán így a mellúszás sajnos el kellett felejteni, és akkor így maradt igazából a hátúszás. Meg még 13 évesen volt egy nagyobb versenyünk, és ott úsztam egy nagyon jó időt 200 háton, és akkor az akkori edzőm onnantól kezdve csak hátúszásra készített. Egyik eredményemre büszke vagyok egyébként így a felnőtt korosztályból, de leginkább talán a glasgow-i Európa-bajnoki bronzérmemre. Egyébként én pont az ifi koromban lévő versenyeket így kihagytam, mert abbahagytam egy évre az úszást, és onnan nagyon sok idő volt visszakapaszkodni arra a szintre, ahol abbahagytam, és onnantól kezdve 3 évig nem is ment jól az úszás. Úgyhogy igazából onnantól minden felnőtt sikeremre tök büszke voltam, hogy ennyire mélyről úgymond fel tudtam kapaszkodni megint. Úgyhogy tényleg, hogyha esetleg van egy olyan verseny, ahol nem is úszom annyira nagyon jól, de azért nyerek meg minden, akkor azért büszke szoktam lenni magamra. Nagyon fontos nekem a 100, hát a 200 miatt. Természetesen ez nekem inkább csak egy bemelegítő szám, de nagyon komolyan veszem, mert nagyon szeretem egyébként úszni a 100 hátat, de ugye a méreteimből adódóan én eléggé alacsony vagyok egy ilyen sprint számhoz, de ahhoz képest tényleg egész jól megy, és még van benne sok szerintem, de nem fogom feláldozni azért a 200 hátat a 100 hát miatt, de muszáj, hogy előre lépjek 100-an is, meg 50-en is, mert az létfontosságú tényleg a 200-hoz, úgyhogy igazából csak azért veszem ennyire komolyan. Nagyon maximalista vagyok egyébként, és egy adott verseny után több idő kell, amíg átgondolom, hogy ez most jó volt, vagy nem volt annyira jó. De ez az olimpia, ez más lesz most. Gondolkozhatok időben, de gondolkozhatok helyezésben is. Igazából nem tudjuk most a vírus miatt, hogy ki milyen állapotban van, szóval most, hogyha én mondjuk 2.08-al negyedik leszek, vagy harmadik, akkor nagyon fogok neki örülni, de annak is fogok örülni, hogyha 2.06-tal leszek mondjuk 8., mert az meg egyéni csúcs, szóval szerintem itt nem lesz annyira papírforma. Az biztos, hogy én mindent meg fogok tenni, csak legyen egy medence, mindegy, hogy lesznek nézők, vagy nem lesznek, én úszni fogok, és a legjobb formámat szeretném hozni, úgyhogy bármi lesz, mindent meg fogok tenni, és akkor már büszkén fogok hazajönni.